Kedves nézőink, az elmúlt héten csütörtökön ünnepelték a Méltó Élet Esélye Idősek Otthona fennállásának 10 éves évfordulóját. Az eseményen mi is ott jártunk, kérem, tartsanak velünk! Mindenkit nagy tisztelettel köszöntök, és hát 10 év, ugye egy ember életében nem egy nagy időszak, de egy intézmény életében, hát az nagyon fontos. És magam is visszaemlékszem erre az időszakra, erre az időpontra, mikor átadtuk az intézményt, ugye Kis Péter, akkori kancellária miniszter avatta fel a házat, és hát néhány év előkészítés után vágtunk bele ebbe a komoly beruházásba. Terike, ugye akkor is ő volt az igazgató, jelezte, hogy milyen probléma a városban az idősek elhelyezése, és ilyen szintű intézménye akkor a városnak nem volt. Biztos emlékeznek rá, valamikor óvoda volt, aztán vérellátó, és sokáig hát ilyen gazdátlanul működött ez az épület. Végül is belevágtunk és megvalósítottuk. Mi történt azóta? Sok minden, hiszen a szabályok módosultak, a pénzügyi befizetési tarifák ugyancsak módosultak, általában nőttek sajnos, és van egy olyan tényező, ami talán mindannyiunknak a szemébe kell, hogy szúrjon, az pedig az, hogy az intézménynek jó a hírneve. Gondolom, hogy az itt lakók, a kedves lakók is megerősítik ezt, hogy 10 év alatt olyan jó hírneve kerekedett az intézménynek, ami így a környezetünknek, Ajkának és a körzetének is a becsületére válik. Jelenleg is több mint 40 személy várakozik arra, hogy bekerülhessen az intézménybe. Lehet, hogy mi is jót tennénk, ha már most előre lefoglalnánk egy szobát Krista. Úgyhogy ez a legbiztosabb támpontja annak, hogy népszerű az intézmény, és szeretnek az itt lakók itt élni, és talán azt mondhatnánk, hogy ha nem is minden, de a többség az meg van elégedve. Jó az ellátás, ugye ilyen helyen nagyon fontos az étkezés, ugye befejeztük a reggelit, akkor már várunk arra, hogy mi lesz az ebéd. Ha megettük az ebédet, akkor várunk arra, hogy mi lesz a vacsora, és így tovább reggel megint kezdődik előről. Tehát az étkezés jó. Terike és Melinda nagyon törekszik arra, hogy korszerű étkezés legyen, tápláló ételeket kapjanak az itt lakók. Ugye most is törítek valami hasonlóan a fejeteket, az orvosi ellátás, kulturális programok. Tehát azt mondhatnánk, hogy itt egy mozgalmas, színes élet folyik, amit szeretnek az itt lakó emberek. Nyilván az is nagyon lényeges, hogy sokáig itt maradjanak közöttünk, sokáig boldog életet éljenek, és hát szövődjenek kapcsolatok, és minél tovább békében, boldogságban éljenek. Én szeretném megköszönni önöknek, akik elvitték ennek az intézménynek a hírét, hogy segítettek ebben az itt dolgozóknak, Terikének, Mihály Melindának és az itt dolgozó kollégáknak, hogy ilyen színvonalas jó munkát végeztek, és hát az itt lakóknak pedig változatlanul jó erőt, egészséget és sok boldogságot kívánok. Aranyosi Ervin, az élet szép. Minden nap újra ébredünk, s a nagyvilágba révedünk, újabb utunkra indulunk. Dudolva szép, bevált dalunk, minden nap újra kezdjük el. Ilyen az élet, menni kell. Előbe nézni, s tudni azt, a múlt sosem jelent vigaszt. Ne nézz hát vissza, nem szabad. Nehezen vonszolod magad. A tegnap súlya válladon minden lépésnél hátra nyom. A mában éli, és láss csodát. Élvezd virágok illatát. A nap az égről rád nevet, melengíti a lelkedet. Végy észre apró örömöt, hétköznapodra költözött vidító szép varázslatot. Egy kedves embert, állatot, virágokat, patakot, fát, a szerelmet, ha rád talált, s minden jól esik neked, élvezd az egész életet. Köszönjük szépen neked is ismerni, Ivonénél a
Köszönöm.